A régi könyvek megmentése fontos része a hatalmas digitalizálási programnak, a Digdának. A könyveket gondosan analizálni kell, hogy észrevegyék és semlegesítsék a mikroorganizmusokat, amelyek károsíthatják a papíroldalakat. Ez a kutatók küldetése, akik ebben a Túrót Szentmártonhoz közeli laboratóriumban dolgoznak. Miután azonosítom az összes mikroorganizmust, eldöntöm, milyen stratégia alkalmazásával lehetne őket elpusztítani és megmenteni a könyvet. A leggyakoribb mikroorganizmusok az ecsetpenész és az aspergillus. Ezek még az ételeken is megtalálhatóak, amikor például egy narancs megpenészedik. Ugyanaz, mint amivel itt van dolgunk. Ez valóban nemes munka, mert könyveket mentünk meg a jövő generációi számára. Úgy gondolom, mindenki büszke lehet arra, hogy itt dolgozik.